Sziasztok a Seiko tévében TV TV-ben, most folytatjuk, amit egy héttel ezelőtt félbe még hozzá, a március vége és április eleje között egy héten át Genfben rendezett Watches and Wonders kiállítás Grand Seiko szempontból történő feldolgozását. Beszéltünk már a Masterpiece kollekció fehér oroszlányáról egy héttel ezelőtt, most viszont jönnek azok az újdonságok, amelyeket tehát április elején mutatott be a Grand Seiko, köztük öt Spring Drive modell, egy Diverzóra, illetve a legnagyobb különlegesség, a legnagyobb extra amit a Grand Seiko letett az asztalra, és meglepte vele, vagy inkább megdöbbentette az egész világot. Ez a Constant Force Turbion szerkezet, két innováció igazából egybeépítve, vagy ha jobban fogalmazok, maga az egybeépítés egy tengelyen az innováció. Úgyhogy aki ma velünk tart, annak egyrészt megpróbáljuk elmondani, hogy miféle különleges szerkezetről van szó, másrészt jönnek az ennél talán sokkal inkább számunkra is elérhető Spring Drive modellek. Lichtenberger Attilával együtt tehát visszavegyünk egy kicsit Genfbe, arra a helyszínre, ahol a helyszínen több mint 20 ezer, világszerte pedig online, mint egy 300 millió embert ért el a város valaha volt legnagyobb órás kiállítása, és akkor gyorsan szerintem beszéljük át, hogy melyek azok a modellek, amelyek idén újdonságként jönnek, de azért az a 700 darabos limitáció, ez talán azt sejtett, hogy esetleg rá tudunk rabolni a butikban is egy-egy ilyen modellre. Ugye, mert tényleg ez a legnagyobb kérdés, hogy... Részben igen, és sziasztok. Részben igen, hogy mi az, ami el tud jutni Budapestig, de szerintem mindig nagyon érdekes kitekinteni, hogy és egyébként mi van, mert az élet halad, fejlődik, és hát ha egyszer olyan modellek, amik ma nem, de holnap már itt lehetnek, és akkor jó tudni, hogy mik voltak a, hmm. az előző változatai. Tudod, mit tett eszembe? Bocsánat. Igen? Tényleg egy mínusz egyedi kérdés. Mi volt a legkisebb limitációval gyártott modell, amit el, el tudtál hozni Budapestre. Tehát csak, hogy nagyjából lássuk a számot, vagy a lehetőségeket, kb. Az, Tehát az a 700, ez mondjuk mit ígér? Ö, nem, hát most is ö, van olyan modellünk, ami az új SLG a Spring Drive, ami 550 darabos, uh -huh. és egyébként az egyik modell az az 550-es sorszámú. Tehát az teljesen véletlenül megkaptuk az utolsót, aminek sokkal mindig nagyobb értéke van. Uh -huh. De egyébként ugye adtunk el már több darabot a 8 napos járástartalékúból, ami olyan szempontból nem limitált, hogy hogy rá lenne írva, hogy 20 darabból az egyik, viszont az éves gyártási darabszáma az viszont nagyon alacsony mm. darabszámú, és emiatt érdekes. És ugyanígy büszkeség, hogy van a butikban egy Ejcsi 2 ami ugyan credor, ugye az is egy zomány számlapos és kézzel festett minden egyes darab, tehát minden óra különböző. Az is csak azért tudott Pestre kerülni, mert nekünk van Seiko butikunk Frankfurt és Moszkva között egyedül Kelet-Európában, más bolt nem is kaphat ilyen órát, még hogyha rendelne sem, és annak is az éves gyártási maximuma az 20 darab. Tehát ő sincs sorszámozva, de szinte biztos vagyok benne, hogy Magyarországon, de még talán Kelet-Európában sincs senkinek a a kezén ilyen darab. Úgyhogy ezek voltak talán ilyen szempontból a, a legkülönlegesebb modellek, vagy hát most is a legkülönlegesebbek, és egyébként nagyon sok órára igaz, hogy van olyan érdekesség a Seiko butikban, ami már nyugaton nem kapható, vagy esetleg nem is tudtak hozzá jutni. Néha egy picit úgy fáj a szívem, hogy nem mindig kerülnek ezek rögtön a, beérkezést követő hónapokban az ő polcukra, mert, mert, mert sokkal értékesebbek, viszont éppen, hogy amikor egy kicsi idő eltelik, már jönnek az újabb modellek, akkor kezdenek igazán értékesé válni néha ezek a korábbi kiadások, és, és ez most már jól látható ez a trend a használt órák piacán is, illetve hát a, az egyéb kereskedőknél, hogy drasztikusan emelkednek a rancei kóárak. Arra tehát minden esély megvan, hogy a most bemutatandó órák közül néhány darabbal itt Budapesten is lehet majd találkozni, vagy adott esetben Sőt, az teljesen. online térben, a butikon keresztül. Sőt, biztos? Biztos, mert több rendelésünket visszaigazolták, úgyhogy érkeznek is. És hogyha már az előző heti első részt úgy fejeztük be, hogy a spring drive-okról beszéltünk, mm -hmm. akkor folytassuk ebből a, a sorból a az Evolution 9 modellekkel, már csak azért is, mert ők például biztosan lesznek. Öt darabot mutatott be egyébként Gemben a Seiko, mint idei újdonság, két GMT, két GMT kronográf, illetve egy 200-as óra, mindegyiknek megvan a maga különlegessége, ezeket most megmutatjuk, és aztán a szívdobbanás marad majd ennek a videónak a végére. Egyen nyugodtan szerintem ezt az öt újdonságot három csoportba szedhetjük szét. Ugye a két GMT modell, a két kronográffal komplikált óra, és aztán majd ez, az, ami picit eltér, ez a, a búváróra modell, de, de annak is megvan ám a maga és és hozzáteszem, volt olyan újságíró, aki egyébként a legkülönlegesebb újdonságként apostrofálta a, a fekete áramratról elnevezett búvárórát. De kezdjük szerintem akkor a GMT modellekkel, Jó. tehát itt ugye sbg GE283, 285, egy fekete és egy szürke modell a idei újdonság. Igen, és ebben egyébként nekem az az, a, az, érdekes, hogy azt tetszik nagyon benne, mint amit a valamelyik korábbi videónkban ben voltak a baby masterek, és ott mondtam, hogy kezdek visszakanyarodni azokhoz a lünettákhoz, amik nem feketére vagy színesre vannak festve, hanem csak itt csak políroza vannak, és most mind a két ilyen modell az ilyen, amellett, hogy a számlap megint csak a Grand jellemző egyedi, ennek is egy picita, nekem úgy visszaköszön talán a fehér oroszlán, vagy már nagyon benne van a fejembe, hogy ha nem is azokkal a kövekkel kirakod, de, de a fehér modellen mindenképpen így kezd nekem így visszajönni. Lehet, hogy éppen azért, mert ez egy vásáron jöttek elő, de ez a, ezen a modellen nekem mindenképpen megjelenik. A sötét számlapos meg az eleganciájával viszi szerintem a, az érzést annak, aki, aki most éppen egy sötét számlapos hmm. modellt keres. Ugye 83-as sorszámú a fekete, a 85 ös szerintem jóval különlegesebb. Ugye a szürkének a textúrája már csak a világos színe miatt is de sokkal inkább kijön. Ennek is megvan egyébként a maga története, mert azért ez a típusú textúra az elmúlt időszakban a Grand azért sokszor előjött, ez az egyenletlen mondjuk barázdált felület, de lehet, hogy nem ez a legjobb szó. Amit egyébként ez szimbolizálni hivatott, az a téli reggeli köd, ami ugye abban a régióban, ahol a Grand Seiko kizárólagosan készülnek a Sinsú régióban, ott, ott, nagyon is jellemző, és, olyan érdekes, hogy a reggeli köd nagyon gyakran Japának ezen a területén egyébként a, a, napos, a derült napot jelenti, hogy majd napközben ez általában föloszlik, tehát milyen érdekes az, hogy legalább számomra, hogy, hogy miközben a reggeli ködöt szimbolizálja a számla, de egyszerűen, mint a köd, az a, az a kristálytiszta égbolt reménye is, legalábbis az ottani mikroklíma szerint, úgyhogy ez a, ez a GMT komplikációval szerelt óra nálam a szürke, uh -huh. a, ebből a párból nálam a szürke Egyetemen viszi e, a Primet. Oké, okay. menjünk akkor tovább a kronos változatra, uh -huh. és hagyjuk a végére a, a búvárt. Jó. És nekem azért is mondanám, hogy a kronosra menjünk, mert ez az első olyan, ami, ami ebben az új tokozatban, Spring Drive kronográf komplikációval, ami igazán bejön. A korábbi Grand Seiko kronos modelleknek az a markáns nyomógombjai, amik voltak, azok igaz, hogy azok az ikonikus megjelenésűek, de nekem az egy picit sok volt. És tudom, hogy nagyon sok óra fanatikus éppen ezért szereti, de nekem ebben a modellben, ebben az új tokozatban pedig éppen azt tetszik, hogy a nyomógombok és a korona is, az be van süllyesztve a tokba, és sokkal finomabb megjelenésű. Mert úgy, ahogy a, a számlapon megjelenő segédszámlapok, és a komplikációk, hogy kronográf, GMT, járás kijelző, ez nekem már kellően intenzív ahhoz, hogy ezt még a, a nyomógombok méretével tovább erősítsem. Úgyhogy én nekem ez az új Evolution 9 tokozat, ez nagyon tetszik, és hát gondolom, hogy sok éven keresztül dolgoztak a Grand Seikonál is, hogy megtalálják azt a cél közönségnek az ízlésvilágát, amit ez most tükröz, és egy kicsit játék a szavakkal, de az Evolution meg a Revolution között csak hmm. egy betű különbség van, és szerintem ez most a Grand seiko nagyon jól jellemzi, hogy egyszerre egy, elért egy olyan evolúciós szintet, amit akár forradalminak is lehet mondani. Úgyhogy nekem nagyon bejön. Természetesen megint ízlés kérdése, hogy valakinek a, a sötét szürke vagy a kék, uh -huh. amellett, hogy a, a, kék az ugye egy limitált kiadás, a szerkezete az egyel finomabb, a hőkompenzáció miatt egy magasabb pontossági szintet képvisel és egyébként gyönyörű szép ez a kék lünet, a kék ráma, meg a, a mély kék számlap is. Én azt mondom, hogy na, nagyon nehezen tudnék a kettő között választani. Nekem inkább az a, a, a nagyobb öröm, hogy ebben a tokban ezzel a csattal megjelent, és, és ebben én sokkal, ez hozzám sokkal közelebb áll, hmm. mint a korábbi változatok. Egyébként SBGC 249 és 251 a két modell, én két apróságot tennék hozzá, amit mondasz. Az egyik, ami nekem nagyon bejön, hogy a Grand Seiko ugye kikerül középről és elvándorol egyel balra Igen. a 11-es indexhez, mint csak helyet követelne ugye a középső régió, és annak egyébként az Evolution 9 családban van jelentősége, erről most részletesen nem fogunk beszélni, hiszen erre egy külön videót szánunk valamikor, hogy mit jelent az, hogy Evolution 9, de azért annyit elmondhatok, ha már kikerült oldalra a Grand hogy az egyik alapelv az mindig a mutatók és az indexek fokozott láthatósága. Ennek mentén egyébként érdekes az, hogy ugye a mindig minimum dupla méretű, a többihez képest az Evolution 9-ban mindig minimum dupla méretű 12-es index alól, miért, vagy hogyan került ki ugye a GS felirat és a Grand de szerintem ez az egyik különlegesség. A másik pedig az, ugye említetted, hogy ilyen finomabb szerkezet van a sötétkék modellben, hogy azért ennek is megvan a maga szimbolikája, mert a szerkezetek, a gyári mérések szerinti járás járáspontossága az úgy alakul, hogy a feketének ugye plusz-minusz 15 másodperc, a kéknek viszont plusz-minusz 10, és ez a tízes szám, ez most fontos, mert a Grand Seiko Spring Drive azt egy tíz éve létező kombináció, tehát igazából ezért a tízes szám misztika jegyében történt az, hogy a sötétkék kék modellt azt a, a plusz-minusz tízes szerkezettel szerelték. Úgyhogy az egyen fejletted, nem csak dizájnbeli eltérésről van szó. Mindenképpen, tehát felsőbb szint másik szerkezett számmal együtt. És akkor még nézzük a búvárórát, órát, Na. amelyik megjelent, és ugye szerintem nem, nem régiben volt szintén egy videónk, egy hasonló búváróráról, és azt, azt kell mondanom, hogy itt képzeld el, hogy amikor mi ezt először láttuk, akkor csak egy ilyen számítógépes renderelt képet kaptunk, és annyira nehéz volt látni a számlapot, hogy először mi azt hittük, hogy ez egy sötét fekete számlapos óra, és nem is láttuk a textúráját. Hmm. És aztán utána jött egy másik e-mail, amiben a specifikációja volt leírva, és ott valahogy volt egy közelebbi, vagy egy kicsit nagyított kép, és ott kezdtük felfedezni, hogy ezen van textúra ezen a, a számlapon, és akkor kezdtük visszagönyelíteni ezt a kérdést, hogy hány darabot szeretnénk belőle rendelni, milyen szállítással, és azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy majdnem átcsúsztunk fölötte, mert most, amikor megérkeztek az első fotók, akkor, akkor ez egy olyan gyönyörű modell lett, ami, ami nekünk nem volt látható, és ebből a szempontból ez egy óriási kihívás szerintem a legtöbb óragyártónak vagy forgalmazónak, hogy még mindig nem tudunk személyesen mitingelni velük, az újdonságoknak még nincsen meg az az átkörű offline bemutatója hogy ezeknek a prototípusait kézbe tudjuk venni, hanem egyszerűen csak ilyen számítógéppel rajzolt és kinyomtatott papírokat kapunk, és néha ezek, ezekre nagyon kell figyelni. Úgyhogy visszaigazolt rendelésünk van, biztos, hogy fog belőle Budapestre is kerülni, és hát ahogy a legtöbb fotóról és talán videóból is már láttátok, hanem akkor pedig most látjátok először, ez egy gyönyörű búváróra, úgyhogy szerintem mindenképpen jól nem hmm. hagytuk ki. Ugye pont az imént említettük az újdonságok között azt a világos szürke textúrával a reggeli ködöt megmutató modellt, és ott ugye szó volt már arról, hogy mennyivel könnyebben látszik az a fajta textúra egy világosabb számlapon. Most ez a kurisió áramlás, vagyis a fekete áramlat mintájára egy azért a fekete szint mindenképpen megtartó, de tényleg elképesztően szép textúrával rendelkező számlag. Maga az áramlat is egyébként nagyon fontos a japánok életében, ugye a sziget mellett ez egy éjszakra, tehát a csendes óceán északi fele felé zajló olyan erős áramlás, ami néha óriási nagy árapály jelenséget okoz, tehát megint ugye a a természettel való kapcsolat csak egy kicsit csudarabb verzióban az, ahogyan a japánok a, a fekete áramlathoz viszonyulnak, és ez az, ami megjelenik az órán. Tegyük hozzá, hogy egy ötnapos járástartalékkal. Bír a szerkezet, ami pont itt néztük, hogy egy ilyen 2 plusz 3-as színek szerint szétbontott leosztásban mutatja meg a, a számlapon hát a hát, mutató. Mindenképpen hiszen ebben már a 9 erre a 5-ös új szerkezet van benne, ami az eddig jellemző 72 órát 120 órára emelte, amellett, hogy ugye ebben is már a pontosabb szerkezet van, tehát a napi fél havi 10 másodperces, és ennek egy érdekes játéka az, hogy valóban három egység fehér, és a plusz kettő az így hozzá lett festve, és akkor ezzel is kiemeli azt, hogy új szerkezet tartozik hozzá. De visszatérve a dizájnra, szerintem ennek a számlapnak a barázdái mélyebbek, és ezen több árny játék van, mint, mm. a, mint, a, másik Spring Drive GMT modelleken, ahol szerintem egy kicsit finomabb a textúra. Úgyhogy ezen szerintem jobban lehet látni, és ezért is az el van forgatva talán 90 fokkal, tehát nem függőlegesen futnak a barázdák, hanem viszintesen. Ez, ez nekem most az egyik ilyen hmm. libling ezek a, a modellek közül mindenképpen. Maga a fényháríték egyébként szintén az Evolution 9 család egyik kötelező alapeleme. Ugye, ahogy említettük, a, a jó láthatóság, tehát a mutatók és az indexek fontos ki, fontosság a kiemelése, a fény- árnyék játék, illetve a kényelmes uh, viselet, ami ugye az alacsony súlypontból fakad. Mondom, ebben most részletesen nem megyünk bele, de aki Evolution 9 modellt néz, ha nem is látja, de mindenkiben tudnia kell, hogy hogy ezek az alapelvek minden egyes modellben és így ebben a 200-as Divers órában is érvényesülnek. Na, de ennyit akkor az öt újdonságról, és menjünk rá arra a szívdobbanásra, kodóra, ugye ez a szó jelenti japánul a szívdobbanást, ami tényleg nagyon sokak szívét megdobbantott a genvben, mert egy Constant Force Turbion óráról van szó, ahol ugye a már ismert az 1700-as évek végétől datálható turbion szerkezetet egészítette ki a Seiko egy azonos tengelyre szerelt dupla rugós mechanizmussal. Nehéz igazából, és, és ezen gondolkodom, amióta próbáltam megérteni, elég limitáltan teszem hozzá ennek a szerkezetnek a működését, hogy ez mondjuk a Spring Drive forradalma az hogyan viszonyul. Mert hiszen ugye a turbionórák nem csak a Grand Seiko, hanem sok más gyártó kínálatából is szerepeltek most is a, a Watches and tehát nem maga a turbion szerkezet, ami forradalmi. De ez a Constant Force kiegészítés, ami ugye szintén ugye ugyanebben a forgóházban található, ez mondjuk hogyan mérhető a a Spring Drive forradalmához. Hát teljesen más világ, tehát nem is szeretném összehasonlítani, mert nem nem tudok rá példát mondani, hogy azért más a spring driving, más egy megani. Nem, az egyediség szintjéről beszélek inkább, nem a készszerkezetet akarom Az összevedni. egyediség szintjét pedig teljesen leüti az, hogy a Grand seiko ilyen szerkezet eddig nem volt. És tudom házon belülről, hogy milyen régóta dolgoznak azon, hogy ezt a szintet meglépjék, vagy ezt az ajtót kinyissák, inkább így, így fogalmazok. És mennyi ideig tartott az, hogy, hogy az első ilyen modell, ami megjelenik, tehát turbionos, klasszikus mechanikus szerkezettel, az, az csak úgy tud megjelenni, hogyha az valójában minden porcikájában valami igazi különlegesség. És ennél az óránál ez mindenképpen így van. Két évvel ezelőtt már bemutattuk a szerkezetet, akkor T0 néven, az csak egy szerkezeti bemutató volt akkor még nem volt meg maga a tokozat és az óra, de a háttérben a szerkezet elkészült, és most, hogy a Watches and Wondersand meg tudott jelenni saját standdal a Grand Seiko, így megjött az óra is mellé, és megjelent a szerkezet is. Hát én ott kezdeném, hogy a kodó ugye szívdobbanást jelent, és mindjárt, hogyha egy kicsit elcsendesülünk, akkor meg lehet hallgatni ennek az teljesen egyedi hangzását, amit a Konstans Force és a, a Turbion és a, a 28.800-as számú szerkezet ad, mert, mert, ilyet nem, nem lehet hallgatni. Adjuk Itt... már ezt be. Kérjünk meg mindenkit, mint ugye hányszor hozunk így. autós példát, ez tényleg az, hogy mielőtt beülnénk az autóba, mindenki dugja a fülét a kipufogóhoz, mert ez nem mindegy, hogy ennek a 9-es, T1-es szerkezetnek milyen a hangja. Jó? Okay. Mi elcsendesedünk. Hangosítsátok Ti egy picit. Toljátok föl a, a hangerő S csúszkát. És utána jelenszünk vissza kell venni, hogy ne azért, hogy beleüvöltünk Jó? a fejetekbe. És figyeljetek, így szól a kodó 2022-ben. Hát nekem az volt, amikor ezt először így meghallottam, és először nem teszed így láttam. Nem teszed az éjjeli szekrényre, az biztos, mert nincs alvás. Egyrészt. Másrészt pedig az, hogy könnyekbe fakadtam, tehát lehetett volna tírsz is a, a neve az órának, mert annyira, annyira gyönyörű egyrészt a maga a szerkezetnek a kidolgozottsága, és olyan végletekig kidolgozott, és még hozzá ez a vizualitás mellé jön az audio része is, ez a hangzás, hogy, hogy egyszerűen ultra brutális szerintem ez, a, ez az óra, és e, tényleg csak fáj a szívem, hogy lesz-e arra lehetőségem, vagy, vagy bárkinek is, hogy Nem. akár Európában ezt, egy, de a bemutató darabot egyszer élőben kézbe lehessen venni. Meggézni. Októberre készül el 20 darab. Tehát ez egy 20-as limitáció. Már is mennyivel nagyobb esélyed van, mint amiről a múlt héten beszéltünk. hogy a, a Masterpiece Collection fehér oroszlányával 5 darab készül, ez rögtön négyszer annyi, tehát 20 darab készül. Hát itt majd az a kérdés, belőle. hogy a 20 darab az eljut a boltig. Tehát, hogy a 20 darabot szerintem elővételben meg fogják venni. Tehát abban bizt, szinte biztos vagyok, hogy boltba nem kerül. Ami a reményt egyedül táplálja, hogy az a bemutató darab, amit ide Genfbe is elvitte Grand Seiko, az a bemutató darab esetleg valamilyen esem, rendezvényen ö, mégis vándorútra mm. kell, mm. és meg lehet majd nézni. Ezt a pro, ez úgymond prototípust, vagy úgymond megvenni biztos, hogy nem? Yeah. Csak hogy 100, ma Mai árfolyam szerint 139 millió forintos vételár szerepel jó, de, az óra mellett, de mindegy, de mondom, mert mutatom, a pénz a mondok, mondok, legkevesebb. Mondok másikat, amikor a a Micro Artist stúdió elkészítette a Credor Soneri, vagy Credor Mini Tripiteres órát, ami hasonlóan 400 ezer eurós árkategóriát képviselt, akkor egyszer Bázelban volt arra lehetőségem, hogy azt megnézzem és meghallgassam, mert annak is ugye gyönyörű hangja volt. Másodszor pedig a Frankfurti Seiko Butik megnyitóján is ott volt a modell, és ott is volt lehetőség húsvér kézbe venni az órát, és ezt a vonalat próbálom magamban éltetni, hogy hát ha egyszer valamelyik európai nagy butikban ott lesz egy olyan esemény, ahova hmm. elviszik ezt a bemutató darabot, és akkor ott majd kézbe lehet venni, mert ez tök jó videón megnézni, és biztos, hogy sokkal jobb, mint semmit nem látnánk belőle, vagy nem hallanánk, de azért az életben ez mindig más, amikor fogod, és érzed az óra tokján a ketyegést. Tehát, hogy átjön az a rezonancia. Hmm. Na, térjük én vissza, én és én nekem muszáj, hogy majd két... mondd, hogy mi ez a turbió. Mielőtt neki menjünk a szerkezetnek, csak annyi, hogy ugye, ahogy mondtad, 2020-ban készült el a tanulmányóra, két év alatt ez csuklóra kerül, vagy mondjuk két és fél, 340 alkotóelemből áll, uh, és amit szerintem fontos elmondani, hogy annak érdekében, hogy egy ilyen limitált vadonatúj okba kerüljön, erre egy vadonatúj tervező stúdiót is létrehozott a Seiko, az Atelier Ginzát, ugye Ginza hagyományosan már az ősidőktől fogva a Seiko központja, és hát létrejött egy olyan órásmesterekből és designerekből álló, minek elit gyakorlatilag, tényleg egy elit alakulat, amelynek az volt a feladata, hogy ehhez hasonló egyedi mesterműveket készítsen. Úgyhogy külön stúdió, külön elit alakulat, és két évvel a tanulmány megszületése után tehát itt van a kodó. De ha valaki nem érteni, hogy pontosan mi az a turbion szerkezet, és mi az a constant force mechanizmus, amely ezt igazán egyedivé teszi, akkor E ezt próbáld meg a úgy elmondani, hogy azon fel, amit látunk, mert ugye nagyon fontos egy ilyen óránál, hogy ez teljesen átlátható, hogy egy ilyen csontvászerű szerkezetről van szó, tehát látjuk a dolgot, nem azt kell elmondani, hogy mi történik bent, hanem azt, hogy mit látunk. Igen. Mitől forog ez a váz, és miért forog ez a váz, mitől hivatott ez bizonyos ö, erőket, pozíciókat kompenzálni, azért, mert hát a nap végén csak is azért jön létre, hogy még egyel szebben járjon, még egyel pontosabb legyen. Jó, most csak nagyon röviden a lényegét fogom elmondani, mert az, hogy, hogy egy kicsit részletesebb, és ne, ne veszítsünk el mindenkit a videóban, hogy túl hardcore lesz a mai videó. Van, lesznek olyanok, meg voltak is már, de a mai az ne legyen ilyen. És még emlékeztes arra, hogy a stúdióval kapcsolatban szeretnék majd valamit mondani. Szóval két részre bontjuk a, a nevét az órának, a Constant Force és a Turbion. Ez két külön komplikációt jelent kezdem a konstant Force-szal, hogyha már a turbiont kérdezted. A Konstant Force az ugye azt hivatott, hogy állandó erők hassanak a, a szerkezetnek a hajtásakor és ennek az a, ugye az alap probléma az az, hogyha fölhúzunk egy főrugót, akkor amikor föl van húzva, akkor az a rugó nagyon megfeszül, akkor nagyon sok erőt ad le, és fokozatosan, ahogy ez lefut, akkor egyre van egy kicsit viszintesebb, egy, egy nagyon jó tartomány, ahol állandó erőt ad időt távlatban, és a végén ez pedig letörik. Most ez nem szerencsés akkor, hogyha azt szeretnénk, hogy az óránk napon belül is nagyon szép járású legyen, és ezért be kell iktatni egy második komplikációt, ami ezt a problémát orvosolja, és ezt úgy lehet a legkönnyebben megtenni, most nem belemenve a részletekbe, hogy tegyünk bele egy második rugót, ami, amit az első rugót táplál. És akkor ezáltal annak a járása folyamatosan mindig Pótolva van, mindig kap plusz energiát, és azt viszonylag állandó szinten lehet tartani, még akkor is, hogyha itt a lépések miatt ez letörik, fölépül, letörik, fölépül, de, de egy nagyon pici szűk tartományban, és ezt az erőt kapja meg majd maga az óra szerkezet. Talán úgy a legkönnyebb elképzelni, hogyha Valak, hogyha vontat valaki egy vontatmányt, egy autó vontat egy másikat, akkor az első autó megrántja, akkor megrántja a hátsót is, és akkor ez, ez így tud menni. De hogyha a kettő közé beteszel még egy plusz rugót, akkor a meghúzáskor az a rugó ezt, a, ezt egy picit csillapítja, tovább húzza a hátsót, és amikor elernyed azért ott a rugóba, akkor is marad erő, és akkor a hátsó kocsi vagy a vontatmány sokkal folyamatosabban követi az elsőt. Itt egy picit hasonló az eset, tehát a lényeg az, hogy ezáltal a két mechanizmusnak köszönhetően maga a szerkezet, az szinte folyamatosan egyfajta, egy erőt kap, és ezért tud egy picit jobb lenni. De ugye ez nem is igazán, hogy mennyire pontosság, és mennyire ez a szépenjárás nevű fogalom. Ugye a szépenjárás az egy ez egy objektív dolog, de hát tudom... a kettő összefügg, mert hogyha te mindig tudod egyformán adagolni az erőt, akkor maga a szerkezet is mindig hasonló körülmények között van, és akkor egyenletesen fog járni. Hmm. A főrugóknak a kialakításában éppen az a szépség, hogy ott többféle körülményre szeretnéd fölkészíteni. Hogy sok erőt tároljon, folyamatosan adja le. A folyamatosan adja le az ugye azt jelenti, hogy mindegy, hogy nagyon föl van húzva, vagy már lejárt, akkor is ugyanaz legyen az erő. És ez annyi féle kihívás, amit egyszerre egy rugó nem tud megoldani. Ezért találták ki ezt a mechanizmust. És akkor a másik a turbion. Ami igazából egy nagyon érdekes kérdés, mert minden top mechanikus óra gyártónak van turbionos szerkezete. Az egyik leglátványosabb mechanikus komplikáció, és az egyik legdrágább is ezáltal. Viszont a mai világban, és főleg a karóráknál ez az egyik leg, hát hogy is fogalmazzak, legkevésbé hatékony vagy érdekes sztori pontosság kapcsán, mert ezt a Turbion dolgot 1795-ben azért találták ki, mert akkor még csak zsebórák léteztek, és az a zsebóra, amikor be volt téve a zsebbe, akkor az egész nap az tulajdonképpen egy pozícióban állt. És az, hogy egy pozícióban állt a szerkezet, az azt jelentette, hogy ő rá mindig egy azonos erőirány hatott, és ez az erő irány, ez sosem tudott jó lenni, hogyha mindig csak egy irányba állt, és most igazából tök mindegy, hogy milyen irányba, hogyan fért bele a zsebbe a zsebóra, az, a, az ott a lényeg, hogy egy irányba volt. És aztán kitalálták, hogy ezt a dolgot, hogy ne kelljen mindig matekozni, hogy most melyik irányba áll az óra és mennyi ideig, úgy lehet a legkönnyebben kiküszöbölni, hogyha magának a szerkezetnek a járását elkezdjük mozgatni. Tehát, hogy egy perc alatt mondjuk tesz egy kört, mert akkor az azt jelenti, hogy biztosan mindegyik szögben volt az a szerkezet, hogyha körbefordul, és akkor nem kell tovább azzal matekozni, hogy most melyik irány tudna lenni a, a leghatékonyabb. Ugye ez a keret, ez az, ami egy perc alatt egyszer teljesen körbeforog. A keret az már csak egy plusz, amit köré tesznek. Van olyan is, ahol nem keretbe van, csak egy híthoz van rögzítve. De az a lényeg, hogy maga a szerkezet, az forduljon körbe hmm. egy bizonyos idő alatt, ne, ne, ne egy nap alatt mondjuk, hanem azért rövidebb idő alatt. És akkor ezt turbionnak nevezték el. Hát itt is azt Mint mondom. A forgószelet egyébként, egy Azt mondom, hogy itt is ezt úgy kell elképzelni, és ez nem az én példám, hanem én is, amikor készültem, mm. egy másik videóban láttam, de szerintem nagyon jól példázza, hogy amikor a mézet a csuporból kiveszed ezzel a kis fa, kör alakú eszközzel, és fölemeled, akkor az szépen lassan, ha ugyanígy megtartod, elkezd visszacsurogni, és akkor azért, hogy ne csurogjon vissza, és ne csak egy irányba hasonl rá az erő, azért elkezded egy lassan forgatni, és akkor rajta marad a méz, és viszonylag egyenletesen elosztva. Tehát ugyanígy a szerkezetnél is ezt kell elképzelni, hogyha szépen lassan forog körbe ez a szerkezet, akkor minden irányba egyformán hat rá az erő, mert egy ilyen szerkezetet sosem tud igazán szimmetrikus lenni, már csak azért sem, mert a, a, a rugó az valahol elindul, és ugye csiga alakban megy körbe-körbe, és az nem olyan, hogy egy körnek a közepébe lenne beletalálva, hanem a vége van a kör közepén, és onnan indul el, és ennek a, az aszimmetrikusságnak köszönhetően, főleg ahogy megfeszül elernyed, maga a súlypontja is változik folyamatosan a, a, rugónak is, tehát magának ennek az egész komplikációnak, és ezért minden irányba, vagy minden esetben másfelé hatnak másféle erők. És Mert hogy nem azt jól értem, azt mondod, hogy azt mondod, hogy ma már ennek, mint hogy nem 1790-ben és a zsebórák korszakában járunk, igazából olyan nagy jelentősége nincsen. Magyarán én azt érzem, hogy ez inkább egy presztízsértékű fejlesztés. Ugye igazából óra szerkezetet bárki tud gyártani, Turbiont valószínűleg csak azt tud gyártani, aki házon belül az alkatrészek előállítását is meg tudja oldani, mert nem tudom, berendelhető. Most ez sem minden nem ebbe az irányba akarom elvenni. Inkább csak az, hogy minden óra kell egy ilyen, hogy föl tudja mutatni, és a Grand Seiko most elérkezett oda, hogy föl tudja mutatni a turbion, de jól értem, hogy te azt állítod, hogy azt mondod, hogy igazából ennek a nagyon látványos, precíz szerkezetnek azért kisebb a a, jelentőség vagy a hozzáadott érték. értéke? Funk funkcionálisan szerintem igazából nincsen. Tehát ö, nem... Annyi van nem pontosabb, annyi van nem szebb ajánlása? Kéz, hogyha beteszed a vitrinbe és egész nap ott a vitrinbe lóg, <laughs> akkor igen. De hogyha valaki azt az órát hordja és viseli, akkor önmagában a keze az folyamatosan mozog különböző irányba, és éppen ebből adódóan ez a probléma, amire létrejött a turbion, ez nem létezik. Tehát ez, ez a, a turbionnál felmerülő problémák a zsebórákra vonatkoztak akkor, viszont mérnöki órakészítési szemmel az egyik legszebb komplikáció mondjuk a kronográf után. És, ez és éppen azért, ezért azért... igen, aki, aki egy prémium óra gyártónak mondja magát, annak illik, hogy legyen turbionos szerkezete, illik megmutatnia, hogy ő tud turbionórát készíteni, és most a Grand Seiko amellett, hogy el is készítette, mellett, mellé mellétette a constant force mm -hmm. mechanizmust is, plusz és ebben egyedi a, a Kodó ezt az egészet egy tengelyre integrálta. Most erre miért volt szükség, ezt mondom, ezt egy hátkorradásba tegyük félre, mert, mert akkor nagyon elcsúszunk, de de ez az igazi különlegessége, és hogy ez az egész egy ketrecben együtt Igen. mozog és együtt forog, és plusz ehhez még összeraktuk ezt a hangjátékot is, ami odajön. Ugyanakkor, még arra is nem a figyelmeteket, hogy ez az első Skeleton Grand Seiko szerkezet is. Tehát nem csak az, hogy a számlapát van törve és látszódik esetleg a billegő, hanem kompletben az egész szerkezet, és annyira szépen kidolgozott előről, hátulról, hogyha igazából te csak a hátulját nézed, ott is találsz annyi élményt, amire azt gondolnád, hogy lehetne az óra eleje is. És én ezt tartom igazán gyönyörűnek. Hogy most tudott a hogy olyan szintet lépni, hogy egyszerre megjelent a turbion szerkezettel, a konstant force mechanizmussal, plusz az óra finiselése és a motivumok, amik ezeken megjelennek, ezek is. És a legapróbb részletet nekem azt az mutatja, hogyha megnézed a, a, a turbionos részt, de akkor ott az egyik hídba van benne egy darab kő, és az a kő az órának egyébként a másodperc mutatója, hiszen egy perc alatt tér körbe, és akkor az tudja mutatni éppen a másodperceket. Ezt leg, legjobban úgy lehet egyébként megtalálni, hogyha egy állóképet nézel az óráról, hiszen a Seiko órák és a Grand Seiko órák mindig 10 óra 8 perc 42 másodpercre vannak beállítva, és akkor fogod látni, hogy ebben a hídban ez a kő a 42 másodpercnél áll a, az álló képeken. Úgyhogy nekem, nekem ez a kodó, ez nem is tudom, el, tehát ez egy olyan szintre került, és én annak is még pluszba külön örülök, hogy a T0 szerkezethez képest a sárga arany részeket kihagyták, és csak ez a, ez a szürke, hűvös, az egy kicsit ilyen japán ninjás éjszakai világot adja vissza, és vele pedig ezek a a lilás kövek és csapágyak, és csak ez a két szín maradt meg. Tehát én örülök neki, hmm. hogy ebben a modellben, ami egyébként a 003-as cikk számot kapta, és még nem jutottam el odáig, hogy megkérdezzem, hogy és melyik modell a 001-es, hogyha ez lett először bemutatva, de rögtön hármas a cikk száma, ez erre nagyon kíváncsi leszek, és arra is, hogy ezután, hogy ez megjelent, majd egy vagy két év múlva mi lesz a következő. Úgyhogy nekem, nekem ez, ez nagyon. Igen, egyébként a is, tesztelését is rém komolyan vette a, a Seiko, tehát három különböző hőmérsékleten, hat különböző pózban, két teljes napon keresztül vizsgálták a pontosságát. Megint nem mondom, hogy visszás, inkább csak érdekes, hogy miközben van egy mozgó szerkezeted, ami éppen a pozícióból fakadó esetleges járás eltéréseket hivatott kiküszöbölni, de azért mégis ez a, a teszt folyamat azért tartalmazza a hat pozíciót, meg minden más, szóval tényleg minden oldalról körbejárták ismét a pontosság kérdését, és a kodó így, így, született meg. Igen, és akkor eszembe jutott, amire kértem, hogy figyelmeztes, hogy még a, két, a kettes számmal kapcsolatban mit szeretnék elmondani. És meg az Atelier ginza Az Atelier látom, ginza, mondani. Igen. és ugye az Atelier Ginza az a Vakó házban került kialakításra, ahol ezek az órásmesterek és a, a designerek dolgoznak. Ez az az épület, ahol 1881-ben kintáró Hattori a seiko megalapította, illetve hát akkor még Hattori Corporation néven, és a mai napig is ez a seiko a központja, és azt gondolom, hogy igazán jó dolog, hogy ide az otthonába tért haza, ennek a mechanikus órának a, a készítői, ide tértek vissza, és ugye emellett ö, létezik a Micro Artist Studio, aki viszont a hasonló kaliberű, de Spring Drive alapokon készülő órákkal dolgozik. És ő pedig ugye Japánnak egy belső részén ö, található. Úgyhogy itt is megint előjött az, ami a seiko Grand seiko évtizedekkel ezelőtt jellemző volt, hogy mindig van két stúdió, akik azért egymással is vetekednek házon belül, és nem csak a Micro Artist Studio dolgozik azon, hogy megmutassa azt, hogy a Seiko, Grand Seiko hol tart és hol van a csúcsa. De hogyha ez a kettőség megvan, akkor viszont érdemes ide tenni, hogy egy emeleten lejjebb, de még mindig a Grand Seikonál, ott van a két évvel ezelőtt megnyitott Shizuku Ishi, stúdiónk is, és ott van a szuvai stúdió is. Tehát ők is ugyanígy egymással rivalizálnak. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó, hogy nem csak mondva, hanem a gyakorlatban is léteznek még mindig ezek a stúdiók közötti rivalizálások, aminek a legnagyobb győztesei mi vagyunk, akik ennek a gyümölcseit élvezhetjük. A mai kérdés, mi lenne, egy kicsit hasonlítana egy korábbihoz? Mi lenne egy háromjegyű számra kérdeznénk rá adott esetben kodó, kodó alkatrészeinek számára? Szerintem ezt elmondtuk, legalább egyszer elhangzott ebben a műsorban. Jó, Jó? Jelpen. Akkor a mai kérdésünk az, hogy hány alkatrészből áll a vadonatúj Grand Seiko kodó. Hogyha ezt tudjátok, akkor két lehetőségetek van nekünk elárulni. Az egyik az az, hogy letöltétek az appot, és az abban a válasz lehetőségek közül megjelölitek a helyeset, vagy a helyesnek gondoltat, másik pedig az, hogy szöveges formátumban itt a YouTube videó alatt, kommentben megosztjátok velünk, hogy szerintetek tehát hány alkatrészben áll a És hogy még egy, még egy érdekességet a végére elmondjak, mert nem tudom magamba tartani. Ugye erre ott tudtok rákeresni, hogy ennek a Kodó szerkezetnek a szerkezet száma az 9ST1 lett. És aki már egy kicsit a Grand Seiko betűzést ismeri, az tudja, hogy ugye 9S az azért, mert hogy egy klasszikus mechanikus szerkezetről van szó, a T betűt a turbion miatt kapta, és hogy ez az első ilyen szerkezet, tehát így áll össze a 9 st 1 Úgyhogy, ha szeretnétek az előbb feltett kérdésre válaszolni, akkor tudtok keresni ez a szerkezet szám ra is, és akkor ott megtaláljátok hozzá biztosan a feltett kérdésre a választ. Lájkoljátok a videót, ha tetszett, kommenteljetek, hogyha úgy gondoljátok, hogy valamivel még szeretnétek kiegészíteni a mai műsort, vagy éppen van témajavaslatotok a jövőre nézve. Nyomjatok harangot, és kövessétek be a csatornánkat. Mi örülünk minden ilyen apró gesztusnak. Sziasztok! Hello!